A 30 plusz 30-as normál szám lassú részével vette kezdetét a viadal. Elsőként a nők állhattak be a megújult lőállásokban. A próbalövések leadását követően a 30 lövés állt rendelkezésre a versenyzőknek, ezekkel kellett minél több pontot összegyűjteniük. A sportolók az első nap után nagyon elégedettek voltak a hazai szervezéssel. I'm feeling really good right now. Nagyon jól érzem magam, most fejeztem be a körömet, és nagyon elégedett vagyok vele. Azt gondolom, ez egy nagyon szép hely, nagyon jó itt lenni, és nagyon jó az időjárás is. Én Norvégiából érkeztem, ott egy kicsit hűvösebb van. Azt gondolom, hogy a település remek, és a helyszín is nagyon jó, és nagyon várom a bajnokság hátralévő részét, mondta Annelien Tangen. A verseny érdekessége, hogy amikor az olaszok elnyerték a tűzfegyveres és koronglövő úgynevezett nagy EB rendezésének jogát, akkor megállapodtak a Magyar Sportlövők Szövetségével, hogy a futó céllövő szakág versenyeit Gyenes Diáson rendezik meg. A viadal másik különlegessége, hogy idén először női és vegyes versenyszámokat is rendeznek. Nagyon fontos a nemi egyenlőség minden sportágban, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy az 50 méteres futó céllövő versenyeken is rajthoz állhassanak a nők. Ez választhat arra is, hogy miért vannak vegyes csapatok is, tájékoztatott Pekka Kusisztó. A Gyenesdiási Európa-bajnokság megnyitóját kedden este tartották a Természetházánál. Az ünnepségen elhangzott, Gyenesdiási és a Bakonyerdő ZRT igyekeznek olyan házigazdák lenni, hogy mindenki jó élménnyel távozzon a vetélkedőről. A verseny nem csak helyi, hanem országos viszonylatban is kiemelkedő. Egész Magyarország számára dicsőség és megtiszteltetés, hogy ez a futó céllövő Európa-bajnokság Magyarországon kerül megrendezésre. Az Agrárminisztérium vadgazdálkodási főosztálya nem csak a szorosan vett vadgazdálkodási feladatokat támogatja és üdvözíti, hanem minden olyan kapcsolódó dolgot, ami a vadgazdálkodás, vadászat nagy közönséggel való megismertetésével, nagy közönséghez való közelebb vitelével előrébb lendíti ennek az ügynek a dolgát. Az 50 méteres futó céllövő Európa-bajnokság versenyei vasárnapig tartanak. Csütörtökön a 30 körös gyors lövészetet, a hétvégén pedig a vegyes párosok viadalát láthatják az érdeklődők.